A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a párareteg olykor átláthatatlan. A járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelennek meg előtte, és a közvilágítás sem segíti a haladást. Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsük járművünk sebességét. Gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Fontos a követési távolság növelése. Ködben nehezebb megbecsülni a biztonságos követési távolságot. Lehetőleg tartózkodjunk az előzéstől. Különösen veszélyes lehet, amikor hirtelen érkezünk egy ködfoltba, mert akkor a látótávolság nagyon rövid idő alatt jelentősen lecsökken, és nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk. Fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős-hegyi útszakaszokon. Ilyen időben fárasztóbb a vezetés, idővel a reakcióképességünk jelentősen csökken. A feszült figyelem miatt az emberi szem is elfárad, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt. Köd esetén használjunk ködfényszórót. Ha járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez. A láthatóságunk érdekében a gépjármű valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is. A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve. A hátsó szélvédő páramentesítésére is figyeljünk. Közlekedésünk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű megjelenésére, melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik. Ha pedig kiszállunk a járműből lakott területen kívüli útszakaszon, mindig vegyük fel a fény visszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti.